táskákat fognak gyártani. Egyszerű munkafolyamat az egész, tehát hőmunka. Megváltozott munkaképességűeknek kínál álláslehetőséget ez a cég. Molnár Istvánné lányával együtt érkezett a Bőrzére. A 22 éves lány bolti eladó szakmát szerzett, egyelőre azonban nem talált munkát. Édesanyja azt mondja, már mindenütt próbálkoztak. Mióta lejárt az iskolát 4 éve, egyáltalán sehol nem alkalmazzák, sehol. Mindenütt kifogásolnak a betegségére, akárhova megyünk, sehol. Úgyhogy ez szerintem ez nagyon jó lehetőség. Nyíregyházán 12 munkáltató kínált álláslehetőséget a megváltozott munkaképességűeknek szervezett állásbörzén. Az esélycentrumban az évtizedek óta fogyatékkal élőket alkalmazó nagy cégek mellett kisebb vállalkozások is megjelentek. Több mint 1000 állásra kerestek jelentkezőket. A rendezvényen részt vett Fülöp Attila, helyettes államtitkár is, aki azt mondta, amióta a kormány bevezette a rehabilitációs kártyát, egyre több megváltozott munkaképességű álláskeresőt alkalmaznak. Ezzel a kedvezménnyel ma 18 ezer ember él, ezzel tavaly még senki nem élt. Összességében ez az 55 ezer ember támogatott foglalkoztása, ez azért nagyságrendileg 10 ezer fővel több, mint korábban volt, tehát pont ennek a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezésnek a segítségével nőtt azoknak a száma, akik el tudnak helyezkedni állami támogatással. Az államtitkár arról is beszámolt, az országban 55 ezer megváltozott munkaképességű alkalmazottat tartanak nyilván. Többségük úgynevezett védett munkahelyen dolgozik, de a járulékmentesség bevezetése óta egyre több fogyatékkal élő tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon is. Új jelenség, hogy a cégek képzett alkalmazottakat keresnek. Ma összetalálkozott a munkaerő kereslet és kínálat. Itt majd lehet látni a nézőknek, vagy bízom benne, hogy látják majd a televízió nézői, nagyon sok állást kínálunk. A korábbihoz viszonyítottan annyi az eltérés, hogy nem szakképzetleneket keresünk, hanem felkészült munkaerőt keresünk, és ma nagyon együtt fog mozogni a felkészítés, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás. A rendezvényen az is elhangzott, a kormány továbbra is támogatja a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését, ehhez uniós és hazai forrásokból hirdetnek majd újabb pályázati lehetőségeket.